A Radkó József díjat 1993-ban alapította a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány, az író szellemi és művészi életművének emlékére. A kuratórium tagjai minden évben olyan alkotó munkáját ismerik el, akinek munkássága, esztétikai és erkölcsi értéke megkérdőjelezhetetlen, és kötődik Szabolcs-Szatmár Bereg megyéhez. Idén Olá András, Máté Szalkai költő, tanár kapta a Radkó díjat. A díjazottat ezúttal is több kritérium alapján választották ki. Elsősorban annak alapján, hogy a díjazott mennyire kapcsolódik a megyéhez, ehhez a régióhoz, ehhez a tájhoz, mennyire kapcsolódik Radkó József életművéhez, illetve ahhoz az eszmeiséghez, amely Radkó József életművéből kiolvasható. Úgy a verseiből, mint a drámai műveiből. Úgy gondoltuk, hogy Olá András, aki Radkó Józsefnek a földie, Radkó József által belakott vidéknek a jelentős költője, minden szempontból megfelel ezeknek a kritériumoknak. Olá András középiskolás volt, amikor a kezébe került Radkó József Törvénytelen halottaim című kötete. Az alkotás rendkívül mély benyomást tett rá. A későbbiekben pedig tovább követte Radkó munkásságát, sőt, személyesen is találkoztak. Itt egy olyan költőről van szó, aki egy meghatározó egyénisége volt a magyar irodalomnak a maga korában, és remélem, hogy az utókor is úgy tekint rá, hogy egy ilyen meghatározó formátumi személyiségről van szó, és rendkívül nagy megtiszteltetés. Most keresem a szavakat, nem tudok csak sablonokat mondani, tehát borzasztó jó érzés ezt tudomásul venni, hogy a megyéhez kötődő szerzőként a megyéhez kötődő költőről elnevezett díjat kaphatom meg. A díj anyagi feltételeit 2006-tól a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat biztosítja. Akkor egy közgyűlési döntéssel elhatározták az akkori képviselők, hogy megalapítják ezt a díjat, amellyel minden évben szeretnék elismerni azoknak a művészeknek, azoknak az alkotóknak a munkáját, akik az irodalomban, akik a lírában, akik a drámában nagyon sokat tesznek Szabolcs-Szatmár Bereg megye szellemiségéért, és ahogy mondani szokták, segítenek abban, hogy az ibolya illatát úgy érezzük meg, hogy nem szakítjuk le, hanem ők segítenek nekünk abban, hogy lehajolni megtanuljunk hozzá. A rangos irodalmi díj névadója Radkó József Nyíregyházán újságíróként is dolgozott, majd a Nagykállói Kródi Gyula járási könyvtár igazgatója volt.